Az elmúlt évek tudatos fejlesztési koncepciójának köszönhetően egyre több felújított, átalakított épülettel találkozhatnak a Sárospatakra érkezők. A fejlesztések főként Európai Uniós forrásokból valósulnak meg, de vannak olyan a város által indított programok is, amelyekhez az elszántságon kívül csekély forrás szükséges. Homlokzat felújítási programunk, amely elsősorban a belvárosban található, nagyon rossz állapotú házak homlokzatának a javításán próbál meg segíteni. Tavaly 4 homlokzatot, idén pedig 3 homlokzatot tudunk így felújítani. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy végre felújításra és átadásra került a régi Esze Tamás általános iskola, kialakítottunk itt a belvárosban egy kistérségi betegellátó központot közel 1 milliárd forintból, és ugye örömmel jelentettem be néhány héttel ezelőtt, hogy ennek folytatásaként 130 millió forintból a régi épületet is fel tudjuk újítani, akkor én azt hiszem, hogy ez a fejlesztés ez mindenki számára látható, látványos és kielégítő. A belváros rehabilitációs program több mint 300 millió forintból valósul meg. A tervezés, majd pedig kivitelezés során számos tényezőt vettek figyelembe. A legfontosabb vélemény természetesen a lakosságé. Korábban az új polgármesteri hivatal címer díszeire érkezett javaslat. Ezúttal a Comenius főiskola kerítésének a sorsa foglalkoztatta az embereket. Egy része új funkciót nyerve ékesíti majd a teret. Zenepavilon, amely díszíteni fogja ezt a főteret, és amely akár arra is alkalmas lesz, hogy komolyabb művet játszanak el rajta, illetve a kerítés egy része, ami megmarad, az a könyvtár felől úgy marad érintetlenül, és a még mindig fennmaradó részből pedig itt a Comenius úton fogunk visszafordulni, és ez kerül visszaépítésre. Sajnos a kerítésnek elemeinek csak a használható részét tudjuk újrahasznosítani, az összes többi kerítés elemnek az újjáépítése az a mi dolgunk lesz, tehát a város feladata lesz. Aros János szerint a kivitelezés az ütemterv szerint halad. Amennyiben semmi rendkívüli esemény nem történik, a tervezet szerint szeptemberben adják majd át Sárospatak új közösségi szinterét.